Jó estét kívánok! Önök a Pécs TV esti hírműsorát látják október 14-én pénteken. Lássuk, mit kínálunk önöknek mai adásunkban. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Pogányi repülőtér fejlesztése. Igaz, egyelőre még csak a régit bontják, de a tervek már készen állnak, és jövő év áprilisára megépül az új terminálépület. Összesen 38 középiskola mutatkozott be a Szivárvány gyermekházban megrendezett pályaválasztási börzén. Az immár hagyományos találkozón a továbbtanuló általános iskolások ismerkedtek a város és a közeli települések középiskoláinak kínálatával. Október 15-én ünnepeljük a Fehér Bot napját. Az esemény célja, hogy felhívja a figyelmet látássérült és gyengénlátó társaink helyzetére és problémáira, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való széleskörű és teljesebb értékű beilleszkedésük útját. Ennyit előzetesen, most pedig jöjjenek a részletek. Jövő év áprilisára épül meg az új terminál épület Pogányban. A régi létesítményt csütörtökön kezdték el bontani. Ropi, mi van a házatokkal, kisfikám? Szétszették? Bizony szét. A Pogányi repülőtér 50-es években épített termináljának sorsa bevégeztetett. Csütörtökön megkezdődött a 800 négyzetméteres fogadóépület bontása. Ami szomorúság ugyan a helyet már jól belakó kutyusoknak, a városban élők számára viszont nagy előrelépés, hiszen a repülőtér fejlesztése egy új terminállal válhat teljessé. Az új épület a schengeni határnormáknak megfelelő kívánalmakat fogja tudni. Külön utas beléptető, utas kiléptető, el kell különíteni a belföldről kifele menő utasokat, az Európai Unióból érkező utasokat, a nem Európai Uniós utasokat, tehát eléggé bonyolult ez a rendszer. Na, mintegy 900 négyzetméteres és 4 szintes épületben kapnak majd helyet a rendőrség, a határőrség és a mentőszolgálat csapatai, míg a 20 méter magas toronyban az irányító központ, illetve a meteorológiai szakemberek dolgoznak majd. A beruházás összértéke mintegy 1,3 milliárd forint, amiben a kivitelezés mellett a közművek kialakítása, a belső úthálózat és egy parkoló létrehozása is beletartozik. A közbeszerzésen nyertes vállalkozó 210 napos határidővel vállalta a beruházás befejezését, vagyis április végéig mindenképpen elkészül a terminál. Ezzel elhárul az akadály a nemzetközi menetrend szerinti járatok indítása elől. Információink szerint tavasszal heti 4 alkalommal indulnak majd járatok Bécsbe a Pogányi betoncsíkról. Együttműködési megállapodást írt alá a pécsi rendezvényszervező KHT a bolgár Europe Danube kiállítás szervező vállalkozással. A jövőben tovább építik a már jól működő kapcsolataikat az ipar, a gazdaság, a kereskedelem és a kultúra területén. Üzleti stratégiáit építi a pécsi rendezvényszervező KHT az Expo Center megnyitása előtt. A környező volt szocialista országokkal való kapcsolatfelvétel, közös pályázatok, rendezvények, kiállítások szervezése a feladatuk. Ezen kívül egymás programjait saját kiállítóikkal, cégeikkel, kultúrájukkal kívánják színesíteni. A helyi kisebbségi önkormányzatok képviselőivel, valamint a nagykövetségekkel való kapcsolatfelvétel és programok egyeztetése is a célkitűzéseik közé tartozik. Ennek értelmében együttműködési megállapodást írt alá a bolgárokkal a pécsi rendezvényszervező KHT képviseletében Schmidt Károly igazgató és az Euróduna kiállítás szervező vállalkozás képviseletében Todor Mitev igazgató, aki elmondta, nagy barátságot érez a magyar nép iránt, hiszen a történelem és a földrajz összeköti a két népet a jelenben is. Minden lehetőség adott arra, hogy közös jövőt építsünk, fejlett ipart, gazdaságot, kereskedelmet, hangsúlyozta Todor Mitev. A szerződés megkötésekor jelen volt Liana Uzanova, bolgár kereskedelmi attasé is, aki szintén nagy örömmel fogadta az új lehetőségeket, és utalt a korábbi közös munkákra is, valamint kihangsúlyozta azt, mennyire fontos egymás kultúráját megismerni. Műsorokat is lehet megmutatni, főleg azért, mert csak ezeken keresztül tudják egymást megismerni, a egymás másságát elfogadni, és így a jövőben könnyebben is megérteni ezt a másságot, és
azon áttéve magát arra fordítani, hogy a kapcsolat szorosabb legyen, és a jobb eredményeket érjenek el. A felek megállapodtak abban is, hogy nemzetközi pályázatokat nyújtanak be. A hatékonyabb együttműködés érdekében pedig folyamatosan tájékoztatják egymást közös projektjeikről. Ezek a jövő tervei, azonban az Expo Center legutóbbi átadási határideje is csúszott, amit október 15-ére ígértek a kivitelezők. Jövő októberről beszéltünk, hogy októberben lennének ezek a bolgárnapok. Én azt gondolom, hogy addigra már nem csak, hogy megépül a center, hanem be is járatódik, illetve felpörög. Nagyon nagy várakozással néznek az emberek, én azt gondolom a Pécs legnagyobb beruházása elkészültére ez. És ennek a közeljövőben úgy gondoljuk, hogy realitása is lehet, hogy megépüljön. Ez azt jelenti, hogy mire ez az jövő októberi rendezvény elindul, addigra már nagyon komolyan be lesz járatva a ház, és azt reméljük, hogy ettől még inkább érdeklődésre tarthat számot majd ez a közös program. A különleges szerkezetű épület sok problémát vet fel, ami az építkezés során derül csak ki. A kivitelezőnek gondjai akadtak a technológiával, ám az utóbbi napokban egy teljesen új rögzítési módszer született, amely meggyorsíthatja a létesítmény befejezését. Pályaválasztási bőrzét rendeztek pénteken a Szivárvány gyermekházban. A Baranya megyei munkaügyi központ rendezvényén az általános iskolákból tovább tanulók szerezhettek információkat a város középiskoláiról. Összesen 38 középiskola mutatkozott be pénteken a Szivárvány gyermekházban megrendezett pályaválasztási bőrzén. Az immár hagyományos bőrzén a továbbtanuló általános iskolások ismerkedtek a város és a közeli települések középiskoláinak kínálatával. Ez az alkalom a nyílt napok előkészítője, nem ugyanaz. Ez más, mint a nyílt nap. A nyílt napokon a középiskolák bemutatják saját magukat, és azon a rendezvényen csak az egy középiskola mutatkozik be. Ezen a rendezvényen viszont itt van mindenki, vagy majdnem mindenki, és így az érdeklődő nyolcadikosok, a szüleik, illetve a tanáraik megismerhetik a kínálatot. A gyerekek egyébként nagyon érdeklődőek, ezt mutatja az is, hogy hatalmas tömeg gyűlt össze a Szivárvány gyermekházban. Persze sok általános iskolából szervezetten jöttek a diákok, éppen ezért volt, aki tudta, mire számíthat, volt, aki nem. Miért jöttetek el ma ide? Hogy megtudjuk, hogy hova menjünk tovább tanulni, mert még egyikünknek sincs nagy ötlete. Láttatok már valami olyat, ami érdekes? Érdekelt titeket? A Kodály Zoltán megnéztük meg. Most megyünk a kereskedelmit megnézni, meg a lőveit. Milyen elképzelésed van? Merre szeretnél egyáltalán? Tehát gimnázium, szakközép, van valami ötleted? Gimnáziumra szeretnék menni. Én angol tolmács szeretnék lenni, mert hát angol szakra szeretnék járni. A középiskolák elsősorban az intézményben működő tagozatokról, az iskolák mindennapjairól, vagy a szakiskolák esetében a tanulható szakmákról adtak tájékoztatást. Hoztunk különböző felvételeket az iskola életéből, valamint hoztunk szórólapot minden egyes tagozatról, így az érdeklődők jobban átlátják, hogy mit kínál az iskola. Egy olyan 4,2-es átlaggal simán be lehet kerülni az iskolába, főleg azoknak, akik már előkészítőre is járnak. Voltam itt, amikor nyolcadikos voltam, és a Kodály Zoltán gimnázium akkor szimpatikus volt, de természetesen végignéztem minden iskolát. A programot a Baranya megyei munkaügyi központ szervezte. Az intézmény célja, hogy megkönnyítse a pályaválasztást a fiatalok számára. Mint megtudtuk, ez általában az első lépés a pályaválasztásban. Sokan itt választják ki azokat az iskolákat, ahova később a nyílt napra is elmennek majd. Most pedig lássuk, mi minden történt még térségünkben az elmúlt 24 órában. Rövid hír összefoglalónk következik. Párbeszédet tartottak a közérdekű önkéntes tevékenységről. A roadshow-t az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium civil kapcsolatok főosztálya rendezte. A találkozó célja a közérdekű önkéntes tevékenység, mint jogviszony szabályozásának ismertetése, a felmerülő gyakorlati kérdések megvitatása volt, közvetlen interaktív műhely munka keretében. A rendezvénynek a Baranya megyei önkormányzat díszterme adott otthont, ahol az önkéntes területen tevékenykedő civil szervezetek és más szervezetek képviselői vettek részt a programban. Dr. Kékes Ferenc a Baranya megyei önkormányzat elnökének köszöntő szavai után Sasvári Nóra az illetékes szaktárca civil kapcsolatok főosztályának vezetője a közérdekű önkéntes tevékenység jelentőségéről tartott előadást, amelyet törvény szabályoz. A témához kapcsolódó információk a www.civil.info.hu honlapon megtekinthetők.
Magyarországon a Dél-Dunántúlon él a második legtöbb nyugdíjas. A teljes lakosság tekintetében ez 32,2%. Ez csak a délalföldi 32,9% haladja meg. Éppen ezért talán különösen fontos ebben a térségben, hogy az érintettek megismerjék a kormány nyugdíjrendezési stratégiáját. Pénteken dr. Nyúl István és Kocsi László MSZP-s országgyűlési képviselők tartottak sajtótájékoztatót a Baranya megyei önkormányzaton, amelyben ismertették a nyugdíjasok helyzetét rendezni kívánó 8 lépés program részleteit. A tervek szerint 2006 és 2010 között 5 év alatt összesen több mint 3 millió nyugdíjas részesül a járadékok emeléséből. Átlagosan 3-4 ezer forinttal változnak majd a nyugdíjak. Sajtótájékoztatót tartottak csütörtökön délután a Baranya megyei önkormányzat épületében. A nap első témája az Alpok-Adria munkaközösség október 12-én és 13-án rendezett ülésének összegzése volt. A tájékoztatási munkacsoport a kétnapos tanácskozáson több kiemelkedő program megvalósítását vitatta meg. Ezekről dr. Kékes Ferenc, a Baranya megyei önkormányzat elnöke, és dr. Helvig Valentin, a munkaközösség főtitkárságának vezetője beszélt a média képviselőinek. A két vezető tisztségviselő elmondta, a közösség jövőre 3 rendezvényt kíván megrendezni. Ebből az egyik egy vetélkedő lesz, amelyen 10-14 éves diákok vehetnek majd részt, a másik pedig egy konferencia, melyen a fiatalok érdekérvényesítési lehetőségeiről tárgyalnak az egyes tagországok képviselői. A harmadik program az Alpok-Adria borverseny és borrendi találkozó, amelyet 2006-ban a soros elnökséggel bíró Baranya rendez. A munkaközösség ülésén ezen kívül a tagok megegyeztek abban, hogy támogatják Horvátország uniós csatlakozását, valamint beszéltek a közösségben hamarosan megvalósuló strukturális reformokról is. A sajtótájékoztató második részében egy a megyét érintő kutatásról esett szó. Dr. Kékes Ferenc elmondta, az unió integrációs folyamataihoz és a térség fejlesztési terveihez igazodva a megye egy olyan stratégiát próbál kialakítani, amely az eddiginél jobban segíteni az ifjúságot. Az épülő ifjúságpolitikai koncepció megvalósításához az önkormányzat a Baranya Ifjúságért KHT-t bízta meg egy szociológiai tanulmány elkészítésével és egy cselekvési terv kidolgozásával. A tanulmányból kiderül, a megkérdezett 15 és 30 év közötti fiatalok többsége attól tart, nem tud majd elhelyezkedni a munkaerőpiacon, illetve jelenlegi munkahelyét félti. A kutatás arra is felhívta a figyelmet, hogy a térségben nincs elég közösségteremtő hely, ezeknek a megvalósításának a feladata tehát a megye és az egyes települések vezetőire vár majd. Idén 10 éves jubileumát ünnepli a Pécsi Diabétesz Baráti Társaság közhasznú szervezet, amit előadássorozattal ünnepelnek. Ma ennek keretein belül Harmóniában a Diabétesszel címmel rendeztek oktatást és konferenciát az érintetteknek. A regisztrációt és ingyenes szűrést követően neves előadók tették színessé a programot. A megnyitott dr. Ruzsa Csaba osztályvezető főorvos mondta, aki hangsúlyozta, a szokás ma sem más, mint az ezt megelőző előadásokon. Senki nem térhet haza megválaszolatlan kérdéssel. A lakos körülbelül 5%-a szenved a cukorbetegség valamely formájától. Nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon a szövődmények kialakulásának megakadályozása és a folyamatos tanulás. Ennek egyik fóruma egy-egy ilyen konferencia, vagy a havi rendszerességgel megtartott klubrendezvények. A dr. Fülöp Gábor adjunktus védnöksége alatt működő Diabétesz Baráti Társaság olyan tevékenységet is folytat, amely tulajdonképpen fehér foltnak tekinthető, mert felvállalta a 18 és 40 év közöttiek ellátását, ehhez egyébként Pécs város közgyűlése anyagi támogatást is adott. Képviselői fogadóórát tartottak csütörtök este a Rózsadombi I.S. Gyula általános iskolában. A fogadóóra napirendjén két fő téma szerepelt, ezek közül az első a közbiztonság volt. A környék lakói ugyanis azt szeretnék, ha valamilyen módon sikerülne biztosítani az iskola környékét, ahol esténként fiatalokból álló bandák randalíroznak, megzavarva mindenki nyugalmát. A fogadóórán ígéretet kaptak arra, hogy a hivatalos szervek fokozott rendőrségi ellenőrzést biztosítanak majd az intézmény körül a délután 2 és 8 óra közötti időszakban. Az est folyamán szó esett még a tömegközlekedésről is, itt Sebők László, a Pécsi Közlekedési RT főelőadója válaszolt a lakossági kérdésekre. A legtöbben a 62-es buszjárat sűrítéséről és az általa bejárt szakasz megtoldásának lehetőségéről érdeklődtek, de mint azt a főelőadó elmondta, erről csak a buszdecentrum megépülése után lehet érdemben tárgyalni, hiszen az új végállomás elkészültekor először fel kell mérni az utazási szokásokat, és csak ezután lehet megtervezni a buszok menetrendjét.
Villámkező hölgyek ujjai alatt kattogtak a billentyűk pénteken délután a Gyors és Gépírók Országos Szövetsége által rendezett megmérettetésen. A szervezet szokásos éves versenyét rendezte meg, amelyre heten érkeztek. Az izgalmas játékosnak tűnő feladat hihetetlen begyakorlottságot kívánt meg művelőitől. Az igazi gépíró 10 ujjal ír, és nagyon keveset nézi a billentyűt, tudtuk meg, vagy inkább egyáltalán nem figyel azokra. A gépíráson kívül gyorsírás most nem volt, helyette napjaink minden nap használatos vívmánya, a szövegszerkesztő kezelése tartozott a feladatok sorába. Hibás szövegeket kellett korrigálni a versenyzőknek. Tér Istvánnétól, a pécsi csoport titkárától megtudtuk, a 15 perces gépírói feladat során mintegy 5-6 ezerszer kellett leütni a billentyűket a versenyzőknek, ez percenként csaknem 350 leütést jelent. Az elődöntő után novemberben Budapesten lesz a döntő megmérettetés. A helyi elődöntőnek a Pécsi Kereskedelmi Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola adott otthont. Tavaly tartottak először nyugdíjasok napját az Uránia moziban. Idén már a nyugdíjasok hónapját rendezi meg a Nyugdíjasok Egyesülete. Ennek keretében Pécsett és Baranya megyében különböző rendezvényel várják az időskorúak társadalmát. Tájékoztatott Mendrecki Antal a szervezet elnöke, aki azt is elmondta, hogy tagjaik a megye lakosságának mintegy 25-30%-át teszik ki. Úgy gondolja, a megszervezett gondoskodás az egyedülállók számára egy kedves gesztus a kapcsolatteremtésre és egyben figyelmesség is irányukba. A Nyugdíjasok Országos Szövetsége pályázatútján nyert el a lehetőséget, melynek köszönhetően az ország különböző pontjai lévő szervezeteik ingyen juthatnak mozilátogatáshoz. Megnyitó beszédében Bauman Ferenc, az Uránia mozi igazgatója örömét fejezte ki a nyugdíjasok felé, szeretné, ha a jövőben máskor is együttműködhetnének, és minél többször lenne lehetőségük az előadásokra eljönni. A pécsi szervezet nyugdíjasai a Világszám című filmet nézhették meg az Uránia moziban. A határon túli magyarok 14. fesztiváljának keretében újabb izgalmas program várta az érdeklődőket a Magyar Tudományos Akadémia Területi Bizottságának székházában. A csütörtöki napon ugyanis nem másra, mint egy Bachmann Zoltánnal való beszélgetésre invitálták az összegyűlt vendégeket. A Nagyváradon született Kossuth és Ybl díjas építész az életét meghatározó fontos momentumokat osztotta meg a közönségével. Mesélt többek között a művészettel átitatott gyermekkoráról, festő édesanyjáról, aki lebeszélte őt a piktori pályáról és építésznek küldte, de szó esett a diákévekről is, melynek során tanáraitól és mentoraitól rengeteg szakmai tanácsot és életbölcsességet kapott. Ezek közül az egyik a mások szolgálatára buzdító tanács Bachmann életfilozófiájává vált. Az építész ugyanis azt vallja, hogy a magyar értelmiség feladata, hogy alázattal viseltessen mások munkája iránt, és megossza másokkal mindazt, amit tanult. Ezért is próbál minden módszerrel, a katedrán és azon kívül munkáival is tanítani. A beszélgetésen szó esett még Bachmann ókeresztény sírkamrákkal kapcsolatos munkájáról, és azokról a feladatokról, amivel a mai magyar építészeknek kell megbirkózniuk munkájuk során. Világszerte minden év október 15-én ünneplik a Fehérbot napját. Az eseménnyel a különböző szervezetek a vakok és gyengéllátók helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet, és céljuk, hogy megvalósítsák az érintett réteg szélesebb körű társadalmi integrációját. Magyarországon ezen a napon 1988 óta szerveznek különböző rendezvényeket. Csütörtökön a Csorba Győző megyei könyvtárban egy irodalmi est keretében Pécsett is csatlakoztak az országos programokhoz. Az előadás dr. Szabó Szabolcs tartotta, aki a gyermeklét szerepe József Attila gondolkodásában és művészetében címmel egy zenével is fűszerezett egy órás estet rendezett közönségének. Pénteken nyílt meg a múzeum galériában az ideiglenes zsolnai kerámia kiállítás. A tárlat új helyszínen látható, hiszen az eddig otthont adó épületet, a Káptalan utca 2-es számú házat, amely egyébként Pécs legrégebbi háza, még az 1300-as években épült, felújítják. A felújítás ráfér az épületre, erre a fenntartó Baranya megyei közgyűlés pályázati és saját forrásból szerzett pénzt. A kiállítás egyébként nem költözik messzire, hiszen a múzeumgaléria az eredeti helyszín mellett a Káptalan utca 4-es szám alatt található. Jelentős összeget nyert a felújításra a tulajdonos, illetve az üzemeltető, és tulajdonképpen ennek a felújításnak az első fontos állomása, hogy ki kell költöztetni a világ legnagyobb zsolnai gyűjteményét a Káptalan utca 2-es számú ingatlanból. Ez egy 12 000-es kollekció, egy kicsit kisebb alapterületen, de egy nagyon újszerű válogatásban mutat egy újabb keresztmetszetet ebből a csodálatos zsolnai gyűjteményből.
A tárlat az 1870-es évektől a két világháború közötti időszakig mutatja be a zsolnai hagyatékot. A kerámiákon kívül a közkedvelt zsolnai emlékszoba anyaga is átkerült a múzeum galériába, hogy a látogatók a felújítás ideje alatt is megnézhessék a gyűjteményt. A munkák előreláthatóan 2007 végéig tartanak majd. A Pannon Filharmonikusok koncertjén csütörtökön este ismét megtelt a Poteaula. A zenekart Kocsis Zoltán vezényelte, nagyon kemény egy hét állt a muzsikusok mögött, ami a kiváló teljesítményükön meg is látszott. A koncerten Richard Strauss és Ludwig von Beethoven, a német zene két nagy formálójának, elindítójának és beteljesítőjének műveit hallgathatták meg a muzsika szókedvelői. Október 15-én ünnepeljük a Fehér Bot napját. Az esemény látássérült és gyengén látó társaink helyzetére és problémáira hívja fel a figyelmet. A Dél-Dunántúlon a Világ Világossága Alapítvány foglalkozik látássérült embertársainkkal. Sándor Csaba sző, asztali futót készít. Azt mondja, szereti ezt a munkát, 8 éve jár a Világ Világossága Alapítványhoz. A 9. és a 10. osztály elvégzése után először gyapjúszövéssel foglalkozott, most vászonszövést tanul. Úgy gondolja, neki sokat adott ez az intézmény. Megtanultam írógépen is, így nem látóként. Megtanultam a pontírást olvasni, például a ráírást, és hát közlekedni volt, ami nagyon fontos. Ezt minden iskola adta azt a lehetőséget nekem, és el tudtam őket sajátítani. Budapesten volt egyszer gépíró verseny, és második ezért lettem országos gépíró versenyen. Október 15-én ünnepeljük a Fehér Bot napját. Az esemény célja, hogy felhívja a figyelmet látássérült és gyengénlátó társaink helyzetére és problémáira, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való széleskörű és teljesebb értékű beilleszkedésük útját. Ez segíti elő az 1987 óta működő Világ Világossága Alapítvány, ahol látássérült gyermekek személyzeti ellátása és oktatása folyik. Két intézetükben óvodás, általános iskolás és fiatal felnőtt korúakkal foglalkoznak. Az alapítvány lehetőséget ad a szakmák tanulására is. A szőnyegszövés mellett működik még a vászonszövő szakunk, a bőrtárgy készítő, kerámia készítő, szőnyegszövő és két informatikus tagozatunk van. Azt veszük elsősorban szempontban, hogy milyen gyerekek tanulnak itt, tehát könnyen megtanulható legyen, otthon tudják elkészíteni, bedolgozást tudjanak esetleg vállalni. Persze, mint minden területen, itt is nehéz az elhelyezkedés. De addig is Sándor Csaba és társai szőnek, hiszen asztali futót készítenek, ami ha jól sikerül, lehet, hogy kiállításon is bemutatnak. Egy biztos, a látássérültek nem csak ezen az egy napon igénylik a figyelmet, hiszen itt vannak közöttünk, velünk élnek az év 365 napján. Ma is folytatjuk sorozatunkat, melyben bemutatjuk önöknek azokat a pécsieket, akik Pécsváros napján, szeptember 1-én kitüntetésben részesültek. Ezúttal Gyurokné dr. Bódi Csillát ismerhetik meg egy kicsit közelebbről, aki a szociálpolitika és az igazgatás terén végzett több évtizedes kiemelkedő munkájának elismeréséül Városháza emlékérem kitüntetést vehetett át. A város szociális szférájának is elismerést jelentett Gyurokné dr. Bódi Csilla kitüntetése. Pályafutása döntő része a szociálpolitikához, szociáligazgatáshoz kötődik. A jogi egyetem elvégzése után egy keveset dolgozott más területen is, de azóta kifejezetten a szociális ügyekkel kapcsolatos feladatok mindentudója. Ezek a felvételek éppen a közelmúltban zajlott esélyegyenlőség konferencián készültek, amelynek ő is résztvevője volt.
A gyámügytől kezdve a gyermekvédő intézeten át egészen a népjóléti osztály járta végig a ranglétrát. Jelenleg egy non-profit közhasznú társaságnál dolgozik, ahol a szociálpolitikával, szociálmunkaerőpiaci programokkal foglalkozik. Úgy érzi, ez a terület az, ahol szintézisbe tudja egyesíteni saját ismereteit, készségeit, céljait. A Városnapján Gyurokné dr. Bódi Csilla, a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont KHT ügyvezető igazgatója, sokrétű szociális és vezetői feladatainak magas színvonalú ellátását a Városháza emlékérem kitüntetést kapta a közgyűléstől. A kitüntetés meglepett, és nem szeretném, ha közhelyesen hangzana, de valóban nagyon nagy elismerés, és azt gondolom, hogy nem csak a saját munkatevékenységem és pályafutásom elismerése, hanem mindannak a tevékenységnek és mindazoknak, akikkel együtt dolgoztam. Szabad idejében szeret családjával kirándulni, túrázni, színházba járni, különböző civil szervezeteknél önkéntes tevékenységet vállal. Felújítják a Hunyadi úti Vazarelli szobrot. A mostoha sorsú köztéri műalkotás új burkolatának gyártását hamarosan megkezdi a Zsolnai gyár, így tavasszal megújulhat a forgalmas helyen lévő szobor. Viktor Vazarelli jelcímű szobrát 1977-ben adományozta a városnak. A nemzetközi hírű képzőművész egyetlen köztéri alkotását az akkori városvezetés a Pálosok temploma mellé, a Hunyadi és a Magaslati út kereszteződése melletti parkba helyezte el. Az azóta eltelt csaknem 3 évtized mély nyomokat hagyott a szobron, amelynek a Zsolnai gyárban készült 15 színárnyalatot felvonultató burkolócsempéi néhol megrepedeztek, néhol pedig egyszerűen leváltak a szobortestről. Szerkesztőségünk már több alkalommal foglalkozott az alkotás mostoha helyzetével, amely most rendeződni látszik. Megkezdődnek a szobor burkolásához kapcsolódó csempék, színes burkolati elemeknek a elkészítése, és ez nyilván annak a gyárnak, a Zsolnai gyárnak a közreműködés az Örökség KHT-n keresztül szükséges, ahol annak idején is készültek a burkoló anyagok a Viktor Vazarelli művész úr ajánlására, közreműködésével, és az nagyon fontos, hogy ez idén elindul, tehát megrendeli a város a burkolóanyagot, mert a váza marad meg, a betonváza a szobornak, amire a tavasz folyamán majd felhelyezésre kerülnek az új, újonnan gyártott elemek. Természetesen örömmel tölt el engem is, mint minden pécsi polgárt, hogy végre ez a méltatlan helyzet megoldódik, és hát ott a Pálos templomhoz, nem Pálos templomtól nem messze felállított szobor, ez valóban méltó állapotban tárul a szemünk elé, bár egy megjegyzésem azért van, hogy ez a szobor igazából nem odavaló, de ez már egy másik történet, hiszen ott az a környezet, ugye, ami ott körülveszi, az egy kicsit azért archaikusabb, mint hogy egy ilyen nagyon modern szobornak legyen háttere, hogy úgy mondjam, illetve hát a környezet és a szobor nem teljesen harmonizálnak, de ez nem volna egyik értékéből sem. A felújítás a jelenlegi tervek szerint nem pusztán a szoborra, hanem annak környezetére is kiterjed. Olyan park kialakítást álmodtak meg ide a szakemberek, amely jobban felhívja majd a figyelmet a nem mindennapi köztéri műalkotásra. Az október a szüret időszaka, és ez nem csak munkát, hanem ünnepet is jelent, így a Pécs környéki településeken is gyakorta rendeznek hagyományos vígasságokat. Legutóbb Romonyán volt színpompás szüreti felvonulás, melynek hangulatát Bezdán József örökítette meg. Romonya, a 446 lakosú baranyai aprófalu már hosszú évek óta fontosnak tartja a népi hagyományok, népi kultúra ápolását. Idén a szomszédos Bogát községgel közösen szervezték a szüreti napot, melynek főszereplője a romonyai Rozmarink hagyományőrző népi tánc együttes volt. A csapat kiegészült a vállalkozó szellemű fiatalokkal és az utánpótlást is adó picikkel. A felvonulók több helyen leszálltak a fogatokról és menettáncokat mutattak be az utcahozban álló romonyai és bogádi közönségnek. A nagy érdeklődést jelezte, hogy a délutáni programot több százan kísérték figyelemmel, és az esti bálon is több mint 200-an vettek részt. Hírekkel továbbra is rendszeresen jelentkezünk, a Pontma friss kiadásával pedig legközelebb vasárnap este várjuk Önöket. Témáinkat megtalálják az interneten, a Teletexten és az MMX műsorán is. Észrevételeiket pedig telefonon vagy SMS-ben várjuk a már jól ismert számokon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!